Babits Mihály és Török Szofi több mint 6600 dokumentumból álló levelezését dolgozta fel az Országos Széchenyi Könyvtár. Vendégünk a témában Földessy Ferenc, az OSK kézirattárának az osztályvetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez ugye egy nagyon kompakt a Babits hagyaték. A 20. századi magyar irodalom nagyon kompakt gyűjteménye. Mitől olyan kompakt, és milyen részei vannak? Ugye ez a 6600 levél, ez csak egy része az egész hagyatéknak. Ez egy része az egész hagyatéknak, egyrészt nagyon kompakt, másrészt óriási. Az egész hagyaték az olyan 25 ezer tételből áll, kéziratok, könyvek, fényképek, stb. Azért olyan kompakt, és azért szeret hangsúlyozni, hogy Babits és Török Szofi gyűjtemény vagy hagyaték, mert a feleség és alkotó Török Szofi az első pillanattól fogva feladatának tekintett, hogy a Babits élet és Babits művek dokumentációját teljes egészében összegyűjtse és megőrizze. Tehát egészen egyedi, ilyen tekintetben a 20. század első felének egészen egyedi nagy hagyatékáról beszélhetünk. Nagyon-nagyon kevés a hasonlóan, komolyan, szisztematikusan megőrződött írói, költői hagyaték. És ugye Török Szofinak köszönhetően megőriztek egy egyedülálló fénykép anyagot is. Nem csak nekik köszönhetően őriztük meg, hanem nem kis százalékban, sőt döntően az ő ténykedésének köszönhetően. Tehát megtanult fényképezni. A Török Szofinak az öccse, feltétlenül az öccsétől tanult meg fényképezni, és dokumentálta az életét. A Babits életét, a barátaik életét, mindazok, akik meglátogatták őket, főképp Esztergomban, ugye az Előhegyen. Tehát így jött létre egy egészen sajátos, tehát a fényképgyűjtemény is egészen sajátos. Tudnélik, ugye általában protokolláris képeket ismerünk. Nagy emberekről, költőkről, írókról, politikusokról, protokolláris különböző rendezvényeken esetleg. Csoportképek esetleg. Itt viszont a hétköznapiság, ha nem is dominál, de abszolút erővel jelen van. Tehát látjuk őket, amint az esztergomi strandon fürdenek, eveznek Feldafingben, Németországban, síelnek, és természetesen a hétköznapi élet, főképp az esztergomi házban, de az Attila úti lakásokban is, ugye két helyen laktak az Attila úti. Tehát ilyen szempontból szintén egyedinek, tehát a fénykép blokkot, ami a gyűjteményben van, ez több ezer felvételről beszélünk egyébként, amit úgy tervezzük, mert mint a Széchenyi Könyvtár úgy tervezi, hogy a digitális szolgáltatásaink sorában késő ősszel ugyancsak meg fogunk nyitni a online az érdeklődők számára. És túl azon, hogy ugye itt a fényképeknek a hétköznapisága, a mindennapi élet pillanatai valóban különlegesek, mi az, amit ez hozzá tud adni Babits életművéhez? Hogyan árnyalja a róla kialakított képet? Hogyan tudjuk megismerni mondjuk akár a 20. századi magyar irodalmi közeget ezáltal? Hát ezen a területen talán nem is a fényképeket hangsúlyoznám, hanem a levélanyagot hangsúlyoznám, amit most ugye augusztus 4-én nyitunk meg. A Babits életmű kiadása, levelek, művek, stb. A 90-es évek, vagy sőt, korábban a 80-as években, 1980-as években kezdődött meg egy hosszú hallgatás után, aminek ugye kulturpolitikai okai voltak, és ez nagyon-nagyon szépen halad előre. A levelek kiadása is, úgynevezett kritikai kiadás egészen 1928-ig eljutott, viszont utána még van egy hatalmas időköz, és ebből a levelek még nem jelentek meg a közönség számára. Kutatók természetesen használhatják a Széchenyi Könyvtárat, és az a helyzet, hogy mindenki hozzányúl. Tehát ugye Babits három szempontból megkerülhetetlen. Egyrészt, mint költő, eszéíró, regényíró, másrészt a Nyugat szerkesztője, főszerkesztője, harmadrészt pedig a legnagyobb mecenatúrai intézmény, a Baumgarten Alapítvány irodalmi kurátora. Tehát csak nem mindenkinek hozzá kell nyúlni a Babits hagyatékhoz, aki a 20. század első felének irodalmával foglalkozik. Ez egyrészt nagyon jó, másrészt bizonyos veszélyeket is rejt magában. Tudnék, a Nemzeti Könyvtár, mint minden gyűjteménynek az a feladata, hogy meg is őrizze a műtárgyakat. Na most a Babits hagyaték is ilyen szempontból egy veszélyeztetett hagyaték, hiszen tényleg a kutatók állandóan forgatják. Tehát amikor mi most
első futamban, augusztus 4-én, Babits halálának a 80. évfordulóján közé teszünk körülbelül 2500 levelet a hagyatékból, akkor túl azon, hogy a gyűjteményünk, a könyvtárunk egyik alapvetője a közönség és a kutatók számára online elérhetővé tételt megvalósítjuk, mint ahogy más területeken is megvalósítottuk, ugye azért itt van térképszolgáltatásunk a földabról, van gramofonlemez, digitális szolgáltatás. Utolsó kérdést engedje meg nekem, le fog járni az időnk, ami engem mindenképpen nagyon érdekel, anélkül, hogy most 6600 levélnek a tartalmi kibontását várnám öntől. Mi az, ami, mi minden derül ki ezekből a levelekből, Babits és Török Szofi levelezéséből? Mi az, ami felsejlik ebből a hatalmas anyagból? Hát egy nagyon nagy kapcsolati háló, ami feltehetően nagyon érdekes lesz a kutatóknak. Tehát például a Babits fordítók, német és olasz fordítóknak a levelezési hálója, ez rendkívül érdekes lesz. Nagyon érdekes lesz, és nagyon-nagyon sokat fog hozzáadni a Baumgarten alapítvány működéséhez. Megdöbbentő leveleket fognak olvasni az olvasók, az, hogy egy milyen széles réteg fordult a kurátorhoz támogatásért. Tehát nagyon-nagyon, tehát egy ilyen irodalomszociológiai háló is, vagy nem háló, hanem kép is átrajzolódhat, és ugye az, és hát nagyon-nagyon sok érdekes, és fontos, tehát itt azért nevekről van szó, Móricz, Radnóti, Kosztolányi, Pap Károly, Vikár Béla, tehát itt nagy nevekről beszélünk, akik jelen vannak ebben a levelezésben. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.